hármas szabály. A maga nemében páratlan. Egy szót nagyon sokszor hallottam a hétvégén, vagy egy betűt igazából, mi most már szónak tartjuk, vagy kifejezésnek tartjuk, ez nem más, mint az Omikron. Gondolkodtam, Bence, te azt mondtad, hogy neked ez Transformersből van meg, még azt hiszem, hogy ez az Omega lenne, aztán rájöttem, hogy inkább az egy zenekar, és a gyöngyhajú lány, meg egyebek, de nem, az Omikron, az még csak a 15. betű a görög ABC-ben. Idáig eljutottunk hirtelen méghozzá Covid ügyben. Számol. Hidd el nekem 15. 16. Jó, na egyet elfelejtettem. Hát ez kiesett már néhány évig görög liceumból. Gyere, mondjuk el, mert ugye az alfa és az omega, azt tudjuk, hogy én vagyok is, az alfa és az omega mondja. Nem tudom, hogy miért volt Istennek éppen görög ABC-s megnyilatkozása. Volt neki héber is. Igen, na várja, és melyik a héber ABC-ben az első betű? Az alef. És melyik az utolsó? Nem tudom. Jó, vanna. Én már az alefet se tudtam. Az etta. Azért mondjuk el a klasszikot. Tehát figyeljetek, ez a... Honnan is kezdjem? Egyszer az felmérgelődtem, mert a kriptovalutámnak az értéke lement. Már annak az egynek, amit birtokolok. De azért az mégiscsak jelentett valamit. Kérdem az egyik havert, aki otthon van ebben a kriptózásban, hogy te ez mi a francér van? Mondja, hogy hát mert évvége van, és ugye azért a számítások nem mindig úgy jönnek ki. Meg hát megijedtek az emberek az Omikrontól. És én hirtelen arra gondoltam, hogy na, megint kijött valami új kriptó, mondom, olyanból vásároljuk. Jött egy mosoly, hogy inkább ne, és aztán eltelt két nap, amire leesett nekem a tantusz. Jó, mondjuk amikor ez a beszélgetés zajlott, ez cseten ment, ugye egy kicsit fáradt is voltam, vezettem előtte a 8 órát, úgyhogy tényleg kicsit zokni voltam agyilag, nem, tehát hogy magamat exkuzáltam ezzel, és aztán adott ponton rájöttem, hogy a görög ABC-ből lassan mindent előttünk, de aztán rájöttem, hogy nem. Van itt még. Tehát például ugye a koronavírusnak az Omikron változata az megérkezett. Tényleg megérkezett, mert én mindig úgy vagyok, hogy már itt van, nem kell emiatt aggódni. Eddig hivatalosan 4 eset van. Országban. De hivatalosan. Hivatalosan, figyelj, tehát ez lehet a nullától a 4000-ig akármilyen szám. Ennyi, ez amit örül tudunk. Na mindegy, négy van hivatalosan lejelentve. Nézzük meg, hogy milyen görög betűk vannak. Tehát, hogy van-e valami preferenciánk? Te, én például ugye az alfát azt már említettem, a beta, ugye azt tudjuk. Nekem a kedvenc görög betűm az, hogy ez a lambda lenne, csak egy A betűt bele kell tenni. Erről mindig eszedbe fog jutni. Most már Bence... De legalább mondtad volna, hogy AE fog paszta, mert pont ugyanaz. AE fog paszta, igen. Szóval a lambda az még ki van ugorva. Azt is elmagyarázta a tudós ember, nálamnál okosabb ember, aki egyébként mindenféle ilyen jó kis vírustörzs kutatásban jártasabb mindenkinél szerintem, hogy nem mindenkinél, legalább önmagánál egy kicsivel, ez így teljesen egyszerű lett, hogy azért választották az Omikront most, azért ugrottunk ki a delta után, epsilon, zeta, eta, téta, jóta, kappa, lambda, mu, nu, xi, ezt mind kiugrottuk, és az Omikronra mentünk, mert ennyi mindent kiugrott a vírustörzs is. Azzal az, hogy ez már egy olyan bonyolult változata, hogy nem lehet tudni, hogy még vissza fog-e ugorni olyan szintekre majd, amikor még elővehetjük a kiugrott betűket. Jó, ez hozta a másik változást is, méghozzá az ország állapotában, Bence, azt, hogy bármennyire nem szeretünk reggeli műsorban ezzel terhelni benneteket, igenis hétvégén döntés született. Egy kicsit úgy néz ki a hazautazókat, főleg ünnepi szezonra való tekintettel, téli ünnepi szezonra való tekintettel, egy kicsit megszigorítják az országba való hazatérést. Azaz, akinek se ződje nincs már, mint hogy... ugye az a bizonyos bizonyítványa, sem pedig ugye 20-48 órás bizonyos oltási igazolványa, az valószínűleg, hogy karanténba fog hazajönni majd, miszerint kitölt egy dokumentumot a határnál, és utána szépen megy haza, és otthon üle vala. Igen, nézd, nagyjából ez az egész dili a koronavírusnak a különböző változataival, én igaziból két dologra nem kaptam választ. Ugye, én eleve. Miért van az, hogy Romániának, függetlenül a gyenge átoltottságtól, mégis lefele jönnek a számai, még mindig lefele jönnek, amikor nyugaton fölfele mennek. Az az igazság, hogy valahogy egyszer Barabás Albert Lászlót fülétől fogva be kéne cibálni a stúdióba, megkérdezni, hogy hálózatelmélettel ez hogy magyarázható? Mert én most ez teljesen, tehát nem tudományos, amit mondok, nehogy valaki annak kezelje, de valahogy úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek a száma, akikkel kontaktusba tudunk kerülni, az maximalizálható. Tehát van egy elméleti maximum, amit nem nagyon halad meg. Ugye vannak az ilyenek, veled minden munkanap találkozom. Kollégákkal minden munkanap találkozom. Na most kollégákon kívül még van néhány barátom, akivel minden nap találkozom esetleg, vagy gyakrabban szüleimmel. Van az a pár bolt, ahova járok, ott is az emberekkel találkozom. Nagyjából tehát ezeken a részeken el tudom szórni a fertőzést, amennyiben fertőzök. Vagy fel tudom szedni a fertőzést, amennyiben ők fertőznek.
de egyszer ez a hálózat kimerül. Tehát végigmegy mindenkin, vagy már egészségesek vagyunk, vagy már be vagyunk oltva, vagy már immunisak vagyunk, mert mit tudom én miért, és egyszerűen kifutott a potenciális megfertőzhető embereknek a száma. Pontosan, hogy nem. Megmondom, hogy miért nem futott még ki legalábbis az országban, mert a 20-ahány milliót is neveznek meg román állampolgárnak. Igen. Szép is lenne, de... Gondolsz-e arra, hogy főleg most ünnepi szezon előtt hány mondjuk hirtelen vásárolt hazautazós, félig lejárt autó fog átjönni a határon, különböző külföldön dolgozó állampolgár társaink volánkezelése által? Mert hogy jön a karácsonyi ürlet, persze mindenki az itthoni főszre, meg nagymamának a dorgolására, meg mindenre vágyik hazafele, és ez azt jelenti, hogy a te elméleted miszerint a burok már ugye teljesítve van, vagy tulajdonképpen nem teljesítve, hanem minek mondják ezt, amikor egy folyat telítve van, nem így van, ez változni fog. És arra is gondolj, Bence, hogy ünnepi időszak alatt sokkal több emberrel fogsz találkozni, mint munkaidő alatt. Itt tetszik, nem tetszik. Ez egyébként érvényes hétvégékre is, ma hétfő van. Tudnod kell, hogy hétvégén rendszerint több olyan embernek vagy kitéve, mint munka rutin hétköznapok alatt. És ez teljesen érthető is. Én kicsit azért azt hiszem, hogy az egész koronázás átalakította a szokásainkat. Uh-huh. Például azt látom magamon, hogy nem nagyon, egyrészt ugye egy 9-ig lehet kinnülni, tehát úgy körülbelül pénteken jutott eszembe olyan, nem tudom, 4-9 magassága, hogy most tényleg kimennék egyet a barátaimmal. Aztán már mindenki azt mondta, most arra a 3-4 órára menjünk ki. Tehát még otthon voltam. Tehát amire felhúzom a nadrágon, beülök a kocsiba, kimegyek. Ja igen, nem ülök be a kocsiba, mert akkor ugye nem lehet egy sört sem meginni, tehát eleve problémás. Szumá-szumárum, tehát hogy fél óra alatt valamit be kellett volna ütni, oszta annyi. Emiatt nem lesz annyira. Nyilván nem véletlenül hozzák ezeket az intézkedéseket. És nézegettem, hogy aztán mi mindent találtak ki arra, összedugta a bölcsek tanácsa, és Covid bölcsek tanácsa a fejét, és hogy mit találjanak ki arra, hogy majd hogyan kellene ezt az omikront kezelni. Egyébként engem igaziból a két dolog érdekelt, és erre még nincs válasz, hogy egy, aki korábban átesett, be van oltva, az védettséget élveze az omikron ellen is. Nem tudják. Pont ez a lényeg, Bence, hogy még ezt nem tudják megmondani. Igen, nem, válasz nincs erre a kérdésre, és éppen ezért van az előzetes óvatosság. Tehát itt van a lényeg, hogy az, aki hazahoz például egy ilyen szép kis omikron görög jelzésű vírust, azokat az embereket mindenképp akarják már karanténba. Mi történt? Tehát például, ahogy te is mondtad, az EU-n kívüli országokból érkező oltatlan személyek 10 napos karanténba kerülnek az országban. És van itt például ilyen EU-n kívüli ország, már is egy, ahol nagyon sokan vannak vendégmunkásként, ez lenne Nagy-Britannia. Ott is szigorításokat vezettek be, méghozzá már szombattól, és ugye azt is tudni kell, hogy a szombati, mondjuk az szigorítás 2-től érvényes, az indulás előtt is tesztet kell végezni az Angliába utazóknak. Más történet. Ja, bocs, igen, ezt hadd mondjuk el. Egyébként szerintem az angolok most racionálisak voltak. Hogyha, ugye sokszor hallottuk ezt, függetlenül attól, hogy ki mondja, de hogy érvként, hogy igen, az oltott ember, vagy a betegségen átesett ember is lehet hordozója, totál tünetmentesen ennek a vírusnak. Oké. Akkor viszont miért van, ugye teszik fel nagyon sokan a kérdést, ez a diszkrimináció, hogy csak az mehet be a kocsmába, aki. Vagy bizonyos helyekre. És a britek ezt kivekkelték. Tehát ott az van, mindegy, oltott vagy nem oltott, vagy PCR-tesztel jössz be, pont. Szerintem egyébként, tehát hogyha azt nézed, ha függetlenül nézed, és nem próbálsz érzelmileg viszonyulni a kérdéshez, akkor azt mondod, hogy oké, ez egy racionális döntés. Egyébként az a sandagyom, hogy lassacskán mindenütt ez lesz. Igen, ahelyett, hogy itt konkrét, mondjuk mondhatjuk azt, ami híradóban jó eséllyel elhangzott és el fog még hangzani. Itt az van, hogy mindezek mellett, ugye, aki mondjuk az elmúlt 6 hónapban nem esett átfertőzésen, szintén 10 napos karanténba érkezik haza, ugyanúgy 14 napos karanténba jön az a haza, aki az oltatlanok közé tartozik, és nem esett át semmiféle dolgon, úgy mint hogy nem gyógyult ki Covidból, nem is kapott volt oltást, és így mindez benne van a pakliban, és van ennek egy jó kis megfogalmazása, ezt Raed Arafat ismertette, pontosabban van egy ilyen nyomonkövetési formanyomtatvány. Ez az történik, hogy te mikor hazaérkezel az országba, a nyomonkövetési formanyomtatványt, miért nem adtak egyszerűbb nevet, nem értem, azt kitöltöd, és ettől a perctől kezdve ez a Passenger Locator Form, ez tulajdonképpen a PLF, ha valaki kérdezi, tudjátok elmondani a nevét is, ezt nagyon sok ország bevezette korábban még.
aki hazaérkezik, az olyan űrlapot tölt ki, hogy pontosan fogják tudni, és a hatóság kommunikál egymással, reményeim szerint, hogy fogják tudni, hogy hol kell őt majd keresni. Már a határtól leadva az információkat. Jó, hát ez így jól hangzik. Aztán gyakorlatban mennyire tartják be, az egy külön történet. Én nyáron Svájcban voltunk, és akkor ott kellett ilyet kitölteni. De csak azt nézték, hogy kitöltötte, de valószínűleg, nem, sőt, még csak nem is azt, hanem generálnak ők egy QR kódot. Azt kellett megvillantani, nem ellenőrizte senki. Jó. Mondjuk Svájc egy más ország, tehát ezzel is tisztában vagyunk. Ez végül is ette fene. Kicsit te is úgy érzed, hogy ez olyan, mint amikor az ember kapott egy gutütést, tesznek neki egy hideg vizes borogatást? Tehát, nem valószínű, hogyha tényleg azt akarják ezzel kilőni, és már real time, úgymond, valós időben, hogy magyarul is beszéljek, végre valahára ebben az órában a kávé erejével. Ha ezt valós időben szeretnék követni, hogy ki honnan érkezik haza, és ezek nyomán hol üti fel a fejét ez a bizonyos Omikron jelzésű törzse ennek a vírusnak, akkor a hatóságok arra készültek rá, hogy valós időben lássák, hogy melyik beutazók milyen gyökérrel rendelkeznek, pontosabban milyen vírus törzsel érkeznek haza. És ha ez tényleg valamennyire valós információ és valós idejű információ, itt már lehet következő lépéseket meghozni. Én ilyen módon megértem a hatóságok rendelkezését. Azon gondolkozom, hogy a tavaly hogy is volt, mikor ment fel a... Tehát ugye ünnepek előtt lejött a fertőzések száma, és aztán ünnepek után visszament. Igen. Valószínűleg, hogy ezt a modellt azért idénre is el lehet képzelni, mert ugye olyan az időjárás, olyan a vírus környezet. És egyébként, tehát miért ne? Tehát vannak emberek, akik a szeretteiket ünnepekkor látják. Igen, de... Nem lehet ebbe belekötni. Nem lehet, ugyanakkor pedig a bizonyos érvényben levő szabályozásokat, mindenféle egyéb formanyomtatványokat és stb. Azt viszont tiszteletben tartva kell örvendeni a karácsonynak. Ez nagyon fontos része a dolognak. Igen, igen. Na nézd meg, itt megszólalnak mindenféle szakorvosok, hát mondják, hogy a maszk viselés a megoldás. Én azt látom, hogy az úton gyakorlatilag, amikor ilyen egy ezrelék környékén se vagyunk, nem szívesen viselik az emberek a maszkot. Igen. És nyilván, hogy nem lehet ebben bátorítani őket, nem tehetjük mi meg rádióban, de én látom benne a rációt, hogy miért nem teszik. Igen, és abban is látom a rációt, hogy mit mond az ember. Ugyanis itt van egy jó kis szakemberi vélemény, és azt mondja nekünk Beatrice Mahler, hogy azt már biztos, hogy ez a törzse a vírusnak, nagyon közelről kell majd, ezt a vírustörzset nagyon közelről kell majd nézze a hatóság és az orvosi szakemberek, azért, mert nagyon-nagyon gyorsan terjed, és azért, mert nincs arra pontos adatunk, hogy azok, akik már átmentek a betegségen, illetve azok, akik be vannak már oltva, azok megfertőződhetnek újra, vagy nem. Na, itt tart a gond, és ezért kell újra nagyon óvatosnak lenni. Igen, hát itt most nyilván meg kell nézni, hogy akkor hogyan reagál. A szervezet ugye erre, egy oltott szervezet, vagy egy átesett szervezet. Nyilván, aki nem volt, az megint más. Mindenesetre egyelőre nem tudják még, hogy mi fog történni, de én azt mondom, hogy ez egy-két héten belül meg lesz az info. Tudod, mi a jó? Hogy karácsony környékén szerintem nem ezzel fognak az emberek foglalkozni, egész egyszerűen próbálják jól érezni magukat. Nyilván erről is szólna a dolog, hogy próbáld magad normálisan érezni. Én egyébként még azokat se tudom elítélni, akik nem teszik fel mondjuk tényleg szabad téren a maszkot, amikor két-három ember lézeng az utcán, értem én, hogy nem lehet azt mondani. Nem lehet ezt jogszabályilag úgy megfogalmazni, hogy akkor tett fel, amikor tömeg van. Én személy szerint a maszkot viselem mindig, amikor bemegyek egy üzletbe, vagy valamilyen. Tehát ahol úgy érzem, hogy ott tényleg az a gond lehet. Amúgy néha előfordul, hogy nem. De nem járok el helyesen. Azt is még a mellé csúsztatnám azért információként, hogy az a lényeg ebben az egészben, hogy nem azért kell te maszkot viselj, hogy feltétlenül magadat véd, hanem legtöbb esetben azért, hogy másokat védj. Ez már elhangzott. Mert igen, csak hát mondjuk ugye egy tök üres utcán, meg ki a nyavaját védsz. Hát ki mást, mint magadat. Tehát akár... De nem, hogyha egyen, tehát jó, azt most hál' Istennek egy ideje el is fogadták, tehát hogyha tök egyedül vagy az utcán, nem kell maszkot tegyél. Emlékszel, hogy jöttünk itt reggel egyedül, és tényleg mi voltunk az utcán? Nekem már 14 évesen megmondta a jó apám, hogy nagyon fontos a védekezés. Ezt most lehet átértelmezni ilyen módon is ezekre az időszakokra. Másrészt pedig arról se feledkezünk meg, Bence, és ígérem, hogy ezzel az egésszel nagyon hamar kész leszünk, és nem fogunk nektek covidozni így hétfő reggel nagyon sokat.
Gondolj bele abba, hogy van egy másfajta irány is. Nagyon sok hazai lakos például a hosszú ünnepi időszakot, már nem egyben egybe tudja kötni ugye a karácsonyi időszakot az óév, új év történettel, azért szereti például utazással vagy mini vakációval tölteni. Hát nézd meg, hogyha 24-e egy pénteki napra esik, igen, fogunk dolgozni, itt leszünk veletek, és 31-e is, akkor nyilván, igen, hogy azt a hetet azért többen ki fogják venni. Érthető, és el is fogadható, viszont van egy olyan rétege az ország lakosságának, aki ilyenkor szeretne valami télisi paradicsomba, vagy akár miért ne exotikus irányba utazni, mert megvan a vastag pénztárca hozzá, csak most egy kicsit ők is óvatosabban is mindenféle szabályozást betartva kell ezt tegyék. Úgyhogy itt egyrészt az utazási kedv is kérdés, hogy milyen lesz. Viszont azok az emberek, akik csak mondjuk lazulni és valahol egy svéd jacuzziba beülni a jégföldek közepén, csak ezért utaznak külföldre, ezek az emberek is haza kell majd jöjjenek. És valószínű, hogy abba a jó kis nagy dilemmába fognak belesuppanni, hogy elutazik egy fajta korlátozási rendszerből, és mire hazaérkezik, hoppá, lehet, hogy másfajta szabályozás és rendelkezés és korlátozás közepette fog majd hazaérkezni. Itt nagyon fontos lenne a tájékozottság és a tájékozódás minden értelemben. Ha egyszerű, jó kis kiránduló ember vagy, ha csak azért jöttél haza Svédországból, Nagy-Britanniából, Ausztriából, Sri Lankáról éppen miért ne, hogy eltöltsd az időt itthon a szeretteiddel, az is fontos, ha tényleg azért jöttél haza, tényleg itt, korlátozott körülmények között, tényleg egy helyben töltsd el az időt. Igen. Hogy egy kicsit nyugtassuk meg az embereket, hogy tényleg nem kell félni. Nincs a nagy. Rádu Cinkó, aki orvos lenne, a Diginek szólalt meg, és azt mondta, hogy ugye ez a dél-afrikai variáns, mert nem azt mondjuk, hogy hova valós. Egyébként nem tudom, hogyha Dél-Afrikából jön, akkor ott onnan miért nem tudjuk, hogy ott hogyan viselkedik oltott személyekkel, mindegy. Még úgy néz ki, hogy fel kell fedezzük mi is újra magunknak a fehérséget. Azt mondják, hogy a delta variánshoz képest, ami ugye ami most ment végig nagyjából az országon, az Omikron, az ha minden igaz, akkor egy lágyabb változat. Nem tudunk halálesetről, az történhetett, csak nem tudunk róla. Tehát itt, de mindegy, ez már jó jel, ugye? Másrészt pedig a patológia lefolyása az sokkal könnyebb, mint a delta. Majdnem kellemes mondtál. Hát végső soron tudod, amikor kevésbé fáj, az kellemes. Na, szóval biztos, hogy és meg is tudom indokolni, hogy miért. Volt az életedben olyan, hogy mit tudom, egy görcsös fájdalmad volt. Amikor kezd enyhülni a görcs, nem múlt el, még mindig görcsben vagy, de ugye milyen jó. Tehát csak kicsit görcsöl, az már milyen kellemes. Igen, vagy amikor meggyógyít mondjuk egy valamilyen gyógyszer, valamilyen ilyen nagyon súlyos dologból, és utána pedig úgy meg tudsz örvendeni egy jó kis normális fejfájásnak. Ami csak úgy sajog. Értem én, hogy te miről beszélsz, de ez esetben még nem itt tartunk, mert hogy azt nagyon sok szakember is elmondta, és látod, itt arról is beszél ez a doki is, akit te idéztél, hogy tulajdonképpen nincs még elegendő információnk arra nézve, hogy egyszerűen szakmai beszéd, szakmai, mondjuk a szakmaiak sem tudják belülni, hogy pontosan mire is számíthatsunk ezzel kapcsolatban, hogy van egy ilyen szó, hogy terjedékeny. Igen. Tehát most mondjuk azt, hogy magas terjedési indexel rendelkező. Bence, nagyon megfogalmazott. Szóval a terjedékenysége, ahogy mondtam, az egyértelmű, hogy valamivel nagyobb, mint az előzőnek. Az, hogy jobban terjed, de kevésbé súlyos, ez már megint nem tudom, hogy hova lehet belülni. Fejfájás vagy lábamputáció. Egy érdekes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban. Azt mondták, hogy minél inkább, tehát hogy a fertőző hányados, minél inkább könnyebb elkapni, vagy könnyebben terjed, annál inkább gyenge maga a vírusnak az ellenállása. Tehát, hogy a szervezet annál inkább könnyebben le tudja küzdeni. Meg hát ugye itt azért a mutációknak is ugye van egy spektrum, ami mozognak. Tehát adott ponton az is elő tud fordulni, például lepráról mondják meg, koleráról azt, hogy adott ponton azért ment el, mert átment egy olyan spektrumba a mutációja, egy olyan helyre elmozdult, tehát addig variálódott, amíg éppen az emberre nem volt veszélyes. Tehát, hogy gyakorlatilag simán szájon vágta a szervezetet. Na, azt várjuk, hogy a koronával is ez megtörténjen. Azt hiszem, hogy nem fog megtörténni, hanem valami, tehát ez volt ugye, emlékszel, nem emlegették utólag, de az elején volt egy ilyen, hogy valószínűleg nem fog eltűnni, hanem olyan lesz, mint az influenza. Három év múlva erről a kérdésről, hogy ja, koronás vagyok, semmi gond, meg hát amúgy már megcsinálták ugye a gyógyszert, jó, még az engedélyeztetési fázisban van az egész, de mindig az van, hogy születik minden nagy betegség, ami iszonyatosan nagy számban van jelen, arra sok gyógyszer születik, a farmacégek se hülyék.
Hát nehogy csak a konkurenciának legyes, hogy minden lóvét learasson. Adjuk egy még egy kicsivel olcsóbban, csináljunk műes. Igen, csak most vigyázni kellett ezelőtt egy 20 évvel, mikor mondjuk gyógyszerlabort hoztál létre és gyógyszergyárat. Nem lehet most az Omicron Limited egy nagyon menő gyógyszergyár, lehet, hogy nevet kell változtatni. Humort félretéve, nagyon őszintén beszélnek a szakemberek, és azt mondták, hogy erről a változatról, és ez a legfontosabb és legőszintébb információ egyébként, erről a változatról a megjelenése után kell 2-3 hét adott ponton, hogy teljes 100%-os kivizsgáltsággal és információval rendelkezzen a szakemberi réteg ennek az egész orvosiparnak, meg gyógyszeriparnak, úgyhogy ilyen szempontból megmondták, meddig kell várni, addig viszont vigyázni kell. Természetesen, hát figyelj, én azt mondom, hogy megint az van, hogy itt mindenkinek ugye megvan az elmélete. A józan paraszti hisz, ezt még mindig nem lehet felülírni. Tehát szerintem az egyszerű Székely bácsinak az agyát, aki azt mondja, hogy ne, ha valami betegség van, azt mondják, hogy akkor, amikor olyan helyzetben vagyunk, tegyük fel a maszkot. Mert biztos, én láttam, hogy felrakják egyszerűen, olyan, mert nyilván olyan helyen. Amikor viszont annál az öt embernél van, akivel naponta találkozik, ott meg leveszi a maszkot, mert ott akkor meg megint fölösleges lenne. Hát ugye, ha minden nap egy levegőt szívunk, akkor ott már nagyon nem fog elmozdulni. Igen, és itt mindeközben nagyon fontos az, hogy kommunikál egy kormány például. Az is fontos lenne, hogy kommunikál maga a szakember, és az, hogy hogyan reagál a nép mindenre az egészre. A mi esetünkben nem biztos, hogy mindig jól van ez. Jó, ott figyelj, tehát ezek most, hogy van, aki nem hisz ebben, van, aki azt mondja, hogy az oltásról, van, aki azt mondja, hogy az oltás az abszolút megoldás, abszolút megoldások nincsenek. Tehát valószínűleg, hogy egyik félnek sincsen 100%-os igaza. Egyelőre én hogy nagyon szépen fogalmazta meg a fodrászom. Uh-huh. Azt mondta, hogy én hiszek a szakembereknek. Amikor a sebész azt fogja mondani nekem, hogy vágjak hajat, akkor megmondom, hogy tessék, ott az ajtó, menjen ki. És igaza volt ezzel teljességben. Szerintem pontosan ők tudják jobban. Tudom, hogy vélemény egyenlőség van. De hogy mondjam, azért annak a szakembernek, aki mondjuk egész életében ezt tanulta évtizedeken át, valószínűleg, hogy nagyobb közel lehet a vírus egyáltalán viselkedéséhez, vagy egyáltalán többet tud mondani arról, mint az, aki teszem azt egy rádió mikrofonja mögött ül. Igen, és hát nekünk is valamilyen szinten így jönnek az információk. Tehát nem tudunk mi okosabbak lenni a szakembernél, miniszternél, mondjuk Arafatnál és a BBC-nél, most mondjuk egy nagyon teljes Jézuskától Gépuskáig történetet, tényleg nem lehet. Az viszont nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy legalább azt a kevés kicsi, nagyon kevés kicsi bizalmat, ami még úgy megvan az emberekben, orvos irányába, legyen az egészségügyi rendszer irányába, már amennyi még maradt, ahogy mondtam is, azt a nagyon keveset most nagyon kellene használni. Tehát nagyon arra kellene átállni, hogy megpróbáltunk mi okosabbak lenni mindenkinél. Vannak olyan részei a társadalomnak, akik még okosabbak voltak akár mi első laborásnál is mindenkinél, és lám, ez nem tudta azért teljességgel eltüntetni ezt a veszélyt, ami még nem csak hogy leselkedik, már közöttünk is van. Igen, itt most azért ne felejtsd, gyors kérdés volt, ugye? Volt már, láttam Facebook kommenteket. Igen, meg már tudják, hogy jön az ötödik hullám. Biztos, hogy jön, mert tavasszal és ősszel mindig jönnek ezek a felső légúti megbetegedések. Influenzával is ugyanez volt. Most egyelőre azt nem tudják, és tényleg az volt, hogy a tudós erre azt mondta, hogy nem tudjuk. Mm-hmm. Tehát jelen pillanatban nem döntötték el, hogy ebből lesz-e, vagy helytelenül fogalmaztam, de hogy még nem tudják levonni a követ, nem tudják lemodelezni, mert ilyenkor ugye a terjedésből azért meg lehet állapítani, hogyha mit tudom én, egy nap alatt megfertőz ennyi embert, akkor azt, hogyha leosztod, akkor két napon már annyi ember, 100 nap múlva ennyi ember. Na, tehát hogy ezt még nem tudják, azt, hogy ötödik hullámot fog-e az Omikron variáns okozni, illetve hogy milyen lesz az a bizonyos ötödik hullám, ezt jelen pillanatban még nem tudják, azt se tudják, nem mondták azt, hogy most fog beindulni. Igen, tehát hogy egy nagyon egyszerű hasonlatot húzzak elő most a farzsebből, úgy jártunk ezzel az egésszel, legalábbis a szakemberek, egészségügyi emberek úgy jártak, mint amikor tegyük azt, hogy le van ereszkedve az egy gumid az autó. Neki fogsz felfújni, úgy néz, hogy nincs nagy gond, de egy jó kis hirtelen tapasztal meg is lehet oldani, mire végzel a melóval, leereszkedik a másik. Nagyjából az van, hogy mire az egyik vírusnak a terjedési szokását, stb. Nagyjából bevizsgálják, akkor hoppá, jön egy újabb vírustörzs. Hát nem, a 2-3 hét ez reális, abból igen, azért persze lesznek, csak most megint az van, hogy egy, tehát ne a közösségi médiából, ne azt, amit Pista, Józsi, akárki, azt felejtsétek el. Tehát amikor, hogy mondjam, amikor én, Kis Bence, rádiósként megosztom a véleményem, hogy mi van a vírussal, az egy személyes vélemény. Az sosem annyi, mint egy szakember véleménye. Viszont amikor híradót vagy reggeli műsort hallgattok, akkor egyértelmű, hogy
itt azért lényegesebben komoly információk és nyilatkozatok és szakemberi hozzáállás is van a dologban. Jó, itt most megállunk, mert szerintem eleget foglalkoztunk ezzel, ne így kezdjük a hetet teljesen minden órájában a mai műsornak, lesz még amiről beszélnünk. Talán mondjuk ezt a komolyságot így le is tudtuk, és azzal tovább is gurulunk majd. Hármas szabály, a maga nemében páratlan. Néztünk itt sok mindent, amit a hétvégén tudtunk meg. Közben Jocó, Korcsár Jocó, megjött Jocó. Szia Jocó! Szevasztok, szevasztok! Hallgattalak benneteket, és azon gondolkodtam, hogy nagyon jó lenne hozzánk is egy ilyen karácsonyfa az út közepére valahova, mert akkor talán... Téged is jobban érdekelt, mint az omikronozás. Igen, 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 és akkor talán lassítanának a sofőrök, és nem lennének ilyen csúnya balesetek, mint ami az elmúlt héten két helyen is, egy Temesváron és egy itt nálunk Szentgyörgy mellett volt, ami halálos kimenetelű volt sajnos, úgyhogy nekünk is jó lenne egy-két karácsonyfa szerintem az út közepére, úgyhogy én teljesen pártfogolom ezt az ötletet, a vráncsaiakat üdvözlöm ezennel. Bună ziua, binecați, pus Crăciunul. Bradul ember, bradul. Bom de Crăciun szerintem, amit keresek. Bom de Crăciun. Jó, igen, ez teljességgel érthető részedről, mert mindannyian béke és egészség is épség szerető emberek vagyunk, ez így megállja maga helyét jobban, mint egy fenyőfa az út közepén, vagy egy karácsonyfa az út közepén. Ugyanakkor beszéltünk arról is, Jocó, hogy itt megint változnak szabályozások, meg korlátozások, meg beutazás, meg kiutazás, meg mindenféle. Talán úgy fussunk neki a történetnek, nem akartam csúnyát mondani, de lassan tényleg az is akár bekerül a képbe. Úgy fussunk neki ennek, hogy ez változtat javarész sok embernek az életén, ez az új karanténos történet. Te ezt fogod-e érezni a személyes, baráti, családi, akármilyen, miért ne szakmai életedben, ez úgy bejön-e majd a képbe valamikor? Nem vagyok teljesen mértékben tisztában azzal, hogy éppen most milyen korlátozások jönnek érvénybe, de már semmi nem fogok meglepődni tulajdonképpen. Már az elmúlt két év alatt annyiféle és annyi nemű korlátozás volt, hogy már lassan úgy érzem, hogyha véletlenül nem lenne semmi korlátozás, az lenne az igazán meglepő, és az emberek így nem tudnák, hogy mit kezdjenek vele. Még mindig van olyan, aki például most is volt olyan, hogy nem kell maszk, és láttam embereket maszkba, volt olyan, hogy kellett maszk, nem volt maszk, tehát hogy valahogy egy kicsit azt hiszem összezavarodtunk. Igen, ugyanakkor pedig ez, ami most érvénybe lépett, hogy jobban lát a képet, külföldi ismerős hazajön, például külföldről, meg kell adjon egy címet a határon, ahol elérhető. Ez az, amikor a vendég azt mondja, hogy mennék már, Jocókám, de tudod, van ez a rendelkezés, tehát muszáj 10 vagy 14 napot lehúznom nálad, ha ezt a címet adtam meg. Ja, hogy ott kell üljön, akkor két héten keresztül. A lejelentett címen rendszerint lakcímet választanak az emberek, de amennyiben mondjuk a vendégséget adó házigazdának címét adják meg, nincs kiút. Egyébként mi történik tényleg, hogyha csak 5 napot ülsz, akkor visszamehetsz, gondolom. Tehát az országot elhagyhatod. Igen, meg a másik, tudod, hogy nem adhat le két címet? Nem. Olyan címet, nem. Egy helyben kell ülni, tehát mit tudom én, Ritz-Carlton, Bukarest, pont. Maradj veszteg, ott maradsz. Igen, hát ez elég, pont vannak valami rokonaink, akik érkeznének, nem tudom, hogy milyen címet adnak le, most így nem hallgatják, gondolom, ezt a rádiót, hát azért ne a milyenket adják le. Bármennyire is rokonok is szeretjük. Hát igen, ott is van két gyerek, plusz két felnőtt, tehát hogy egy kicsit két hét lehet, hogy sok lenne, és akkor beköltöznék a rádióba, minden reggeltől estig itt lennék. Akkor az meg nekünk lenne sok, tehát így hullámzik a történet. Nem, ezért mondom. Igen, jó, tehát készülünk mindenre is tulajdonképpen a következő időszakra. Itt persze megint az van, amennyiben zöld igazolványuk van, vagy nemrégiben ugye 48 órás tesztjük van, akkor jó eséllyel nem kell ezt a bizonyos nyomonkövetési, bizonyos űrlapot kitölteni. Ez esetben pedig olyan, mintha egyszerű, nem is létezne a vírus a számukra, tehát így kell felfogni a beutazást. Ez lenne a legjobb megoldás szerintem mindenki számára. Nyilvánvaló. Én csak azt akartam mondani az egészen, hogy lássunk tisztában. Van ez a nyomonkövetési így forma, nyomtatvány, a passenger locator forma, amit tudom, nyugati államok már rég kérnek. Az csak azért jó, hogy mit tudom én, akkor jön a vendég, akkor azt mondja, hogy akkor nálatok érik előt. Nyilván egyébként a hatóság nem is így fog eljárni, hanem megadja a telefonszámát, és a jó ember azt majd azon felhívják, hogy na, figyelj ide, mert baj van. Akkor meg lehet csinálni kiskapukat, nem? Tehát, hogyha éppen erről van szó. Persze most a kiskaput nem úgy értem, nem szeretnék senkit arra késztetni, vagy arra buzdítani, hogy szarul érzi magát, eléggé rosszul van, minden tünete arra elnézést utal. Elnézést kérünk a csúnya szóért. Igen, igen, minden tünete arra utal, hogy ő éppen covidos, és akkor leadja a
telefonszámát annak, akihez megy, és azt hívogatják, és a rendőrség amúgy se tudja, hogy hogy néz ki ez az illető, és akkor kiállok az ablakba minden harmadik nap, és integetek az ellenőröknek. De ez nem karantén, ez csak annyi, hogy egy elérést adnak meg. Tehát, hogy abban különbözik a karanténtól, hogy attól még mozoghat, ha olyan az ember. Hát akkor viszont leadhatja. Nem. 10 napos karantén, illetve 14 napos karantén. Piros zónás EU-s tagállamból érkező személyek, de az más történet. Igen. Azért nem piros minden. Igen, most, hogy így összevesztünk, akkor a kedves rádióhallgatókra bízzuk a választást. Döntsék el, írjátok meg nekünk a 0726719966-ra, hogy ez a korlátozás, ez milyen mértékben változtatná meg a ti életeteket. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.